Mi a művészet? Lassan öt éve foglalkozom művészettel, és már magam sem tudom felidézni pontosan, hogy hogyan is kezdődött, de az biztos, hogy aki egyszer belép a művészet dimenziójába, az egy életre ott ragad. Ha egy mondatba kellene megfogalmazni, hogy mit is jelent a művészet, akkor nagyon egyszerűen azt mondanám, hogy kommunikáció az érzelmek nyelvén. Gondoljunk például a zenére, irodalomra, filmre, színházra, az építészetre, vagy akár a konyhaművészetre, sőt, még a tetoválásokra is. Ami ezekben közös, hogy mindegyiket meg annyi szimbólum alkotja, így absztrakt módon megteremtve az átjutást egy másik dimenzióba. A zene a dallammal fog meg minket. Gondoljunk bele, hányszor van olyan, hogy próbálunk felidézni egy dalt, de se a címe, se az előadója, se a szövege, se semmi nem jut eszünkbe, és csak azon kapjuk magunkat, hogy ott állunk, hamiskásan dudolászunk valamit, és próbáljuk absztrakt formában átadni, hogy mire is gondolunk valójában. Az irodalomnál már egy fokkal egyszerűbb dolgunk van, mert talán még emlékszünk egy-két sorra, azokra a gondolatokra, amik egykor mélyen megérintettek minket a filmről nem is beszélve, mely az összes többi művészeti ágat magában hordozza. Jelen van a zene, a dráma, a kép, a látvány, az építészet, a dizájn, a divat, és meg sorolhatnánk. És ki az, aki ne szeretne egy hideg, esős vasárnap délután begubózva egy jó meleg takaróba elmerülni, megnézni egy filmet, és átlépni egy másik valóságba. Mert az a jó film és alkotás is, ami fel tud vetni kérdéseket. Relációba, kapcsolatba helyezi az egyes elemeket. Még ha filmnézés közben nem is értjük pontosan, hogy mi is történik valójában, jó esetben a végére kikristályosodik a mondani való. De talán még ennél is jobb verzió, hogyha nem válik minden olyan egyértelművé, hanem még maradnak számunkra kérdések, amit nekünk szükséges megfejteni. Én azt gondolom, hogy a kételkedés, elengedhetetlen a fejlődéshez. Ugyanakkor, ami a legrosszabb, a legjobb is benne. Mert minél több részét próbáljuk megfejteni egy-egy eseménynek, és minél inkább úgy érezzük, hogy a megoldás felé közeledünk, valójában annál több új kérdés vetődik fel bennünk. És ez a bizonytalanság olykor kaotikusnak tűnhet. De van ki út a káoszból. Egyszerűen csak rá kell találni a mintára. Minden struktúra, lehet ez akár egy fel nem oldott konfliktus, az életünket meghatározó fő események, vagy akár mi magunk is. Mindannyiunkat minták és szimbólumok határoznak meg, és ezt csak az absztrakt gondolkodás elsajátításával fejthetjük meg. Az absztrakt gondolkodás pedig mindannyiunk ősi képessége, szóval nincs mitől félni. Ez az, ami képessé tett minket mindig is arra, hogy másképp tudjuk látni a világot. Formába öntsük a múltat, és elképzeljük az elképzelhetetlent. Teremteni tudjunk gondolat vagy cselekvés által. Gondoljunk például a nyelvre. Mennyi idő kellett ahhoz, hogy a kommunikáció kialakulhasson. De a művészet még a kommunikációt is megelőzte. Az már bizonyos, hogy előbb voltak rajzok a barlangok falán, mint hogy három értelmes mondatban foglalhattuk volna a gondolatainkat. A művészet volt az első, amelyel absztrakt formába csomagolhattuk érzéseinket, vágyainkat és emlékeinket. És ezt elfelejtettük. Pedig mi vagyunk a Földön az egyetlenek, akik ezzel a képességgel szintet léphettek az evolúcióban. Egyedül mi tudjuk elképzelni azt, hogy mi lenne, ha. És pont ezért az evolúció következő lépcsőfoka, csak a tudomány és a művészet által valósulhat meg. Ezeknek a területeknek szinergiában kell működnie. Mert meg annyi dolog van, amit sikerült megértenünk a tudomány segítségével, de még így is annál is több van, amit nem értünk. És a kérdések felvetése nem csak minket halandókat tud elbizonytalanítani. A tudós társadalomnak is számtalanszor szembesülnie kell azzal a tényel, hogy minél többet tudunk, annál kevesebbet értünk. Ott van például a sötét anyag és a sötét energia. Nem tudjuk mérni, nem tudjuk megfigyelni, csak következtethetünk a jelenlétére. A világegyetem 96%-áról nem tudjuk, hogy mi az, és mi a 4% biliónyi részében vagyunk valahol. Nyilván ezzel a gondolattal egyikünk se kezdi a napot. Miért is jutna eszünkbe? De ha jobban belegondolunk, nem így van az életünkkel is? Van az a négy százalék, amit meg tudunk magyarázni. Az a négy százalék, amire 60 év után is emlékezni fogunk, mert meghatározó jelentőséggel bírt az életünkre. De mi az, amire valójában emlékszünk? A tudatos döntésekre, vagy azokra a pillanatokra, amikor később az fogalmazódott meg bennünk, hogy bár csak a megérzésünkre hallgattunk volna? Én azt gondolom, hogy a ma még nem értett 96%-a az életünknek az intuícióban és olyan tudatalatti folyamatokban keresendő, aminek a létezéséről nem is tudunk, mégis tagadhatatlanul érezzük. Pedig az intuíció valójában egy mintázat felismerési képességen alapú. Ott, ahol a logikus gondolkodás falba ütközik, megjelenik az intuíció. Akarva, akaratlanul. És ez az a tulajdonképpen is szupererő, aminek mindannyian a birtokában vagyunk. Mert a művészet nem más, mint egy nyelv, amit ha elsajátítunk, akkor új képességekre tehetünk szert. Fejleszthetjük az absztrakt gondolkodás képességét, intuitívabbakká és empatikusabbakká válhatunk. Mert a művészet nyelve lehetőséget teremt arra, hogy univerzálisan tekintsünk a társadalmunkra. Nincsenek fajok, rasszok, jobb vagy baloldal, kreatív vagy nem kreatív egyének. Kizárólag emberek, akiknek ott van a kezében a teremtés vagy a rombolás lehetősége. És most álljunk meg egy pillanatra. Ki az, aki idáig követett? <laughs> És most kérem, hagyja fenn a kezét az, aki úgy gondolja, hogy volt értelme annak, amit mondtam. Hát ez szuper, remek, nagyon jó, ugyanis a lényeg az az, hogy merjünk szabadon gondolkozni, merjünk kapcsolatokat felfedezni olyan dolgok között, amikre azelőtt sosem gondoltunk volna, merjünk megkérdőjelezni dolgokat, és merjünk megvalósítani elképzelhetetlennek tűnő ötleteket. Mert nagyon egyszerűen arról van szó, hogy mindannyiunkat minták és szimbólumok határoznak meg. És az absztrakt gondolkodás fejlesztésével felfejthetjük a bennünk megbúvó mintázatot, amit legkönnyebben a művészet befogadásával érhetünk el. Egy egyszerű példa, ez a kép én vagyok. Mi, mindjárt kifejtem. Igen. Ez az a kép, ami már 30 éve a gyűjteményünkben van, és a mai napig fel tud vetni újabb és újabb kérdéseket. És ahhoz, hogy egy kicsit kontextusba helyezzük a látottakat, elárulom a kép címét is. A szeretet mindent legyőz. Igen, még a gravitációt is. És erről eszembe jut az egyik kedvenc filmem az elmúlt időkből, a csillagok között. Ki látta? Jó, jó. Aki nem látta, mindenképpen nézze meg. Ugyanis a film egyik fő üzenete az az, hogy a szeretet maga az ötödik dimenzió. Ez az, ami téren és időn túl korlátok nélkül tud mozogni. És én is azt gondolom, hogy ha a szeretet igazi, akkor valóban feltétel nélküli. Nincsenek kondíciók, nem számít a környezet mert a szeretet dimenziójában minden pozitív töltéssel bír. Gondoljunk a rózsaszín ködre, amit érzünk, hogyha szerelmesek vagyunk. Milyen szépnek látunk olyankor mindent, és milyen kedves hozzánk olyankor mindenki, ugye? Pedig valójában mi vagyunk azok, akik visszatükröződnek az emberek arcán. Mi vagyunk azok, akik napfényesnek látják még a borongóseget is. És a kép, amit látunk és félünk tőle, azok is mi magunk vagyunk, minden, amivel nem merünk szembenézni. Ezért is kell elmerülni a mélységben, hogy megtaláljuk azokat a mintákat, amiket a felszínre hozva értéké válthatunk. Mert ugyanúgy, ahogy a szeretet külön dimenziót tud teremteni, a művészet is univerzálisra teheti a mi társadalmunkat. Ezért is fontos, hogy mindannyian megtaláljuk azt a képet, amiben felfedezhetjük a saját szimbólumainkat, hogy egy lépéssel közelebb kerüljünk önmagunkhoz, és egy lépéssel közelebb az emberiség következő dimenziójához.